A röplabdázás ünnepe. Ez volt a mottója a 2015 perc röplabda elnevezésű érdi sportrendezvénynek, melyet immár 7. alkalommal rendeztek meg. A torna az új év első hétvégéjén péntek éjfélkor kezdődött, és pontban 2015 percen át ütötték a labdát a résztvevők. 20 csapatot, mintegy 200 főt mozgatott meg a verseny. A végső győztes kiléte csak a vasárnapi utolsó mérkőzésen dőlt el. A Last Minute nem csak hogy megvédte tavalyi címét, de 7. győzedelmeskedett a torna történetében. Mennyire vagy elégedett a hétvégével, mennyire van nehéz hétvége mögöttetek? Abszolút elégedettek vagyunk, idén is sikerült nyernünk, nagyon nagy szerencsének köszönhető, és nagyon nagy csapatmunkának, és nagyon fáradtak vagyunk. Összeszámoltátok, hogy pontosan hány meccset, hány percet röplabdáztatok ezen a hétvégén, gála meccsel együtt? A mérkőzések száma, ha jól emlékszem, 9 plusz 1 a gála mérkőzés. Hogy ez mennyi volt percben, azt most így hirtelen nem tudom megmondani, de nagyon soknak érezzük. Második helyen a Vilmos Körtéi, harmadikon pedig az Ennyi csapata végzett. A torna győztes gála meccset vívott a magyar női válogatott tagjaiból álló alkalmi tímmel. Milyen volt játszani a gála mérkőzésen? Nagyon jó volt játszani, köszönjük a meghívást. Örültem, hogy újra a válogatott csapattársaimmal lehetek, és újra együtt játszhatunk. Mit vársz a válogatottal az idejében? Nagyon szeretnénk ugye jól szerepelni, majd májusban és júniusban, júliusban lesz program, ezt még nem tudjuk pontosan, hogy hogy fog alakulni. Ugye szeptemberben pedig ugye az Európa-bajnokság, keményen fogunk rá készülni, és reméljük, hogy sikert érünk majd el. Mennyire volt nehéz dolgotok? Volt-e valami taktika, hogy engeditek egy kicsit feljönni az ellenfelet? Nem, igazából nem volt taktika, nem beszéltünk meg semmit a meccs előtt, csak felmentünk és játszottunk. Akkor az ő érdemük az, hogy 19 pontot szereztek a második szedben? Igen, ez abszolút az ő érdemük, tehát nem beszéltük meg semmi ilyesmit, hogy engedjük őket előnyt szerezni, hanem ez az ő érdemük volt. Mennyire fáradtatok el a gála mérkőzésre? Nagyon, abszolút. A végén nagyon erős volt a mezőny, és az nagyon sokat kivett belőlünk. Én úgy érzem, és hát a lányok egyrészt óriási megtiszteltetés volt ellenük játszani. Lépni alig bírtunk, de azért megpróbáltunk küzdeni az utolsókig. A rendezvényen számos prominens személy is részt vett. Dr. Kocsis Attiláné és Tatár Mihály röplabda legendák, Pór Csaba a szövetség elnöke, valamint Simó Károly érdi alpolgármester, Cene Attila olimpiai bajnok és Dr. Simicsko István sportállamtitkár is. Hát gyönyörű volt a látvány, főleg a hölgyek, ugye, a röplabdás válogatott hölgyek, de hát a fiatalok is nagyon kitettek magukért, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szuper rendezés, egy nagyon szuper kezdeményezés. Ezt főszervező úrral meg is beszéltük, Dömötör Lászlóval, ezért is kaptam meghívást, illetve fogadtam el nagy örömmel, hiszen 2015-ös évet így kezdeni egy ilyen hétvégével, ahol nagyon sokan sportolnak egyszerre egy helyen, és nem csak élversenysportolók, hanem szabadidősportolók is. Hát az én szívemnek ez mindenképpen nagyon fontos és közel áll. 2015-ben a Szabadidősportszövetség elnökeként mi is készülünk arra, hogy ez az év a mindenki sportja legyen, mindenki a sportoláshoz való hozzáféréshez való jogát tudja biztosítani azáltal, hogy mi szervezünk rengeteg hasonló rendezvényt, mindenkit csábítunk, és mindenkit arra próbálunk ösztönözni, hogy ne csak az év első hétvégén, ne csak adhok jelleggel, ne csak azért, mert vannak ilyen szuper rendezvények, hanem a hétköznapokban is minél többet, minél rendszeresebben sportoljanak. Államtitkár úr, mennyire fontos Magyarországon a röplabda sport, és nem csak a verseny részére gondolok itt, hanem ugye a szabadidős sport része is, ami nagyon sok embert megmozgathat. Egyre népszerűbb röplabda, szerethető sportág, minden gyermeknek ideális, azt kell, hogy mondjam. Én annak idején technikai tagozatos gimnáziumban jártam, és a röplabdát nagyon szerettük. Nyilván a strandoplabda is népszerű, de azt hiszem a teremben űzhető sportágak között is ott van a helye a röplabdának. Az ilyen röplabda ünnep, az ilyen esemény, amikor sok-sok gyermek, sok-sok fiatal jön el, szülők szurkolnak, a válogatott lányokkal játszhatnak döntőmérkőzést, ez mind-mind a röplabdát népszerűsíti, erősíti. És én azt hiszem, hogy ez közös érdekünknek, mi azt szeretnénk, hogy minél több gyermek sportoljon. Nyilván a labdajátéka között sok-sok szép csapatsportág között ott van a röplabda. Az elmúlt évek munkájának köszönhetően komoly fejlődésen megy keresztül a röplabdasport Magyarországon, nagyon komoly értékek halmozottak föl a röplabdázásban Magyarországon.
és hát az a mind a férfi labdarúgásaink, mind a női csapatunk mondjuk a 60-as, 70-es években kiválóan helytállt az olimpiákon, hiszen 4., 5., 6. helyezést is értek el a magyar csapatok annak idején. Most a lányok kijutottak az Európa-bajnokságra, ez mindenképpen reményteli. A kiemelt sportágak között ott szerepel, a 16 kiemelt sportág között ott szerepel a röplabda is. Én úgy érzem, hogy az a sportág fejlesztési koncepció, amely komoly célokat fogalmazott meg, mind az utánpótlásbázis növelésében, mind az élsport, versenysport támogatásában, mind a létesítményigények megfogalmazásában. Ezek mind-mind 2020-ig terjedő időszakra kiszámítható fejlődést jelentenek a röplabdázás területén Magyarországon. Én bízom benne, hogy minél több gyerek kezdem majd el ennek hatására is többek között röplabdázni. És hát, hogyha a lányok ilyen sikeresek lesznek, akkor azt hiszem, hogy ez újabb lendületet adhat, egy új korszak kezdődik a magyar röplabdázásban. A torna valamennyi helyezettje az alábbi táblázatban olvasható. Ez egy jó buli, hát érezd magad jó! Bővebb információk a deltarese.hu oldalon kaphatók.